Erdélyi Ferenc 1994-től 2008-ig fotózta és szerkesztette képeslapra Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye településeit. Elmondása szerint egy ilyen képeslap akkoriban 20 forintba került. Voltak kiemelt települések, amelyek több darabszámban jelentek meg, ilyen volt Túr Istvándi, Tákos vagy Csaroda, és természetesen a nagyobb városok. Megtanultam fényképezni, 94-ről beszélünk, akkor még filmek voltak, elő kellett hivatni. Megcsináltuk a fényképet, és nem tudtuk, hogy az most jó lesz, vagy nem lesz jó. És tulajdonképpen sokat kellett mozogni vele, csináltuk mást is, de ez volt a... Most tessék elképzelni, elmentem valahova, lefényképeztem, amit jónak láttam. Utána hazajöttem, előhívattam, utána visszamentem megbeszélni, hogy meggyőzni a döntéshozót, hogy jó lesz, vagy nem lesz jó. Akkor megegyeztünk, hogy hogy lesz. Akkor megint visszajönni, mondjuk Nyíregyházára, megcsináltuk a nyomdaélőkészítést, netán egy másik nyomdaélő, akkor nem volt nyomdagépünk, kinyomtattam, és akkor visszavittem, és még esetleg visszamenni a pénzért. Tehát volt benne mozgás, de ez egy kezdeti időszak volt, és én szerettem csinálni. Holmár Zoltán történész első képeslapjait osztálykiránduláson vásárolta, és sosem küldte el. A komolyabb gyűjtés természetesen később kezdődött, és leginkább a vármegyei képeslapokat kutatta. A most megjelent albumban 120 darab képeslap látható, melyek 64 települést és 3 kisebb tájegységet foglalnak magukba. A rendszerváltás után megszűnt a képeslapkiadásnak az állami monopóliuma, azelőtt a Budapesti Képzőművészeti Alapkiadóvállalata volt ennek a közvetlen felelőse. A rendszerváltás után viszont egyre több magánvállalkozó, nyomda, cég kezdett képeslapkiadással foglalkozni, főleg elsősorban budapesti cégek, aztán kisebb országban megtalálható kisebb városokban alakultak még ilyen nyomdák, amelyek elkezdtek képeslapokat nyomtatni, és szép számot találunk itt azért a megyében is, Nyíregyházán is ilyen nyomdák a cégeket. Ami a kezemben van kötet, ugye ezt egy ópályi központú cég kezdte, Erdélyi Ferenc és testvérével az Erdélyi Fivérek kiadó, ez később ugye Máté Szalkán folytatódott a Diopak BT néven. Ez a cég volt az, amely 1993 után elkezdte nyomtatni ezeket a képeslapokat. Az első darab, amelyben található, az egy 1994-es kiadású. Ez a legrégebbi regisztrált képeslapjuk, ezt még Ukrajnában nyomtatták, még akkor nem volt meg a megfelelő nyomdai felszerelésük. 1995-től viszont már saját hazai nyomdával készültek a lapjaik, és ekkor még tulajdonképpen a képeslapoknak mondhatjuk, hogy volt egy felszálló ága, hiszen a 90-es években még ugye a digitalizáció előtti világban vagyunk, nincsen internet, nincsen okostelefon, hűtőmágneseket sem találhatunk még. Ugye ezek napjainkban sajnos kiszorították, vagy legalábbis háttérbe szorították a képeslap küldésnek a mozzanatát. A vármegye 229 településéből közel 150-ről készült képeslap. Holmár Zoltán elmondta, a képeslapok kordokumentumként is szolgálnak, megőrizve ilyen módon a régmúltat az elkövetkezendő generációk számára.